Kinek volt igaza? És hogyan tudhattak ilyen sokat az angyalok nevéről, szervezetéről és ontológiai státusáról, akik halhatatlanok voltak szemben a halandó emberrel, de akik csak halhatatlanok voltak és nem örökkévalók, mint Isten. Hogyan vitathatták meg a szakértők az angyalok nemét, kinézetét, testi vagy éteri, vagy pusztán fénybeli szubstanciáját? Hogy tudták leírni nagy pontossággal azokat a szerepeket, funkciókat, hivatásokat, tetteket, amelyeket az angyalok betöltöttek? Az angyalok különböző feladatok és kötelességek sokaságát látták el. Mindenek előtt Isten szolgálták. De sokan szolgálták az embert is, mint őrző angyalok, mint tanácsadók, mint vezetők, mint bírák, mint tolmácsok, mint szakácsok, mint vigasztalók, mint házasságkötők, és mint sírások. Példák vannak arra, hogy egy angyal, vagy az angyaloknak egy serege megfordította egy csatának a sorsát, megfékezett viharokat, szenteket felvitt a mennybe, dögvészt hozott a földre, táplált remetéket, segítette a szántóvetőket, térített pogányokat. Az angyalok hatalma betekedett a pogány istenek és héroszok hatalmával. Mihály hegyeket forgatott meg, Gábriel Ábrahámot Babilonba vitte el a hátán. A hatalmas Raptosz képes volt megállítani a planétákat futásukban. A Talmudban szereplő angyal Ben Nez megmenti a Földet azzal, hogy visszatartja a déli szelet szárnyaival. És még a 17. században is Kepler, a német csillagász, úgy képzelte, és valahogy kiügyeskedte, hogy mindez beleillesz-e égi mechanikáról szóló híres törvényébe, hogy a bolygókat angyalok mozgatják égi pályájukon. Hadd hangsúlyozom itt, hogy a kérdés nem az, hogy az angyalok léteztek-e vagy sem. Létezésüket nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni, és így bárkinek minden okas indoka meg lehet, hogy higgyen vagy ne higgyen bennük. A kérdés csupán, hogy az emberek életeken át miért voltak úgy lenyűgözve az angyalok által, és hogyan tudhattak olyan sok mindent róluk. A fő ok valószínűleg abban rejlik, hogy az emberekben kielégíthetetlen vágy és szomjúság van a védelemre egy üres és félelmetes univerzumban. Még azok is, akik egy monoteisztikus kultúrában éltek, vagyis egy mindenható Isten világában, még azoknak is szükségük volt további biztonságra, benépesítették a maguk körül lévő űrt jó akaratú és szent szellemek, angyalok sokaságával, akik a remény és a szabadság, a szeretet és a gondviselés fénylő, védő szférájával vették körül őket. Megteremtették vagy fölfedezték újra az angyalok világát, és mindent elkövettek annak érdekükben, hogy hihessenek bennük, hogy meggyőzhessék magukat arról, hogy ezek a nagyszerű lények valóban léteznek, és valóban képesek megvédelmezni őket. Imént megkérdeztem azt is, hogy vajon az emberek hogyan tudhatták olyan pontosan az angyalok számát, foglalkozását, nemét, lényük, lépezésük, titkait. De ez téves kérdés volt, mert ebben az esetben nem a hogyan, hanem a miért volt a fontos. Nevet kellett adni az angyaloknak, mert ha nevük volt, ha nevet lehetett nekik adni, akkor nyilvánvalóan létezniük kellett. Mert ugyan hogyan lehetett volna
nevet adni nekik, ha nem léteztek volna. Tudom, hogy ez körkörös kérdés, de az emberek ilyen esetekben gyakran gondolkoznak így. Amikor tudós teológusok és filozófusok komolyan vitatkoztak arról, hogy vajon az egyik arkangyalt, például Urielt, a nap urát, valóban Urielnek, vagy Szárielnek, vagy Nurielnek, vagy Uriánnak, vagy Jehoelnek, vagy Oroielnek, vagy Fanuelnek, vagy Eremielnek, vagy Ramielnek, vagy másnak neveztek, akkor a vita során az angyal lépe egyre nyilvánvalóbbá és valóságossá vált. Mert ugyan hogyan lehetett volna vitatkozni ezeken a finomságokon, ha maga az angyal nem lépezett volna. Érdemes arra is utalnunk, hogy a névadás számos mitológiában egyaránt a teremtést is jelentette. Azzal, hogy valaki egy lény megnevezett, egyben megteremtette, létrehozta, életet adott neki. Azzal, hogy a nagytekintélyű szakértők aprólékosan leírták az angyalok lényegét és karakterét, hierarchiáját, azzal, hogy pontosan meg tudták határozni azt, hogy 301.665.722 angyal létezik, és nem 301.665.721, vagy 301.665.723, ezzel a pontossággal, precizitással, és már-már pragmatikus konkrétsággal valóságossá, létezővé tették és emelték ezeket a képzeletbeli lényeket. Mert ha nem léteztek volna, hogyan kerülhetett volna mindenre sor? Emberi lények képesek hitetlenségüket fölfüggeszteni, amikor nagyon érdekeltek abban, hogy hihessenek. Ezzel a vágyal és készséggel az emberek fölfedezték az angyalok világát, vagy megteremtették az angyalok fiktív világát, amely azután védőszféraként vette körül őket.